A tetje forrása az ZRT permet kapuknak a tervezésére jött ki egy tervpályázatot a Pécsi Tudományi Egyetemmel közösen. Két világ találkozik össze, egyrészt van egy gépészet, aki magával a műszaki hátterével foglalkozik ennek a problémának, és van egy formatervezés, ipari formatervezés, hogy hogy jelenik meg ez a szolgáltatás, hogy jelenik meg az városi térben, hogy válik fogyaszthatóvá és használhatóvá az átlagember számára. Nagyon jó marketing lehetőségnek tartottuk, hogy egy ilyen dologban részt vegyünk, illetve saját magunkat is ugye képezni kell, minél több tapasztalatot kell szereznünk a munkánk, tehát mielőtt még kikerültünk volna a munkaerőpiacra, és ezt jó lehetőségnek tartottuk. Kettő olyan pályázatot emeltünk ki, amelyből az egyik fő díjat nyert, a másiknak pedig a megoldásait azt szeretnénk ugyancsak felhasználni a tetje által legyártott vagy legyártandó permet kapuk tekintetében. Önmagában, amikor már megvolt a koncepció, onnantól kezdve igazából csak a formával, illetve a technikai részletekkel kellett foglalkozni. Nagyon sokat utána néztek, hogy miféle ilyen szórófejeket, illetve miféle nyomásnak kell kitenni ezt az egész vászszerkezetet, hogy hogyan lehessen belevezetni a vizet, meg hasonlók. Pécs egy 1000 arcú város, a Széchenyi tér egy teljesen más világ, mint a Buzatér, vagy az Uránváros. Tehát, hogy egy olyan formára volt szükség, ami kellően semleges, vagy kellően flexibilis és beilleszthető sokféle kontextusba is. Örülök neki, hogy sikerül ezt a tetje által nyújtott és a lakosság által nagyon közkedvelt szolgáltatást egy kicsit megújítani és a városnak az arcolatához alakítani. A tulajdonképpen egy nyertes, ez szerintem kétféle ok miatt lett nyertes. Egyrészt azért, mert úgy gondolkozott, hogy ez egy integrált dolog. Integrált abból a szempontból is, hogy a növényzettel integrálható dolog. Másrészt pedig, ami nekem különösen tetszett benne, hogy van benne egy nagyon izgalmas térélmény, vagy térjáték. Nevezetesen, hogy ezek a hajlított csövek, amik első pillanatban úgy tűnik, hogy csak egyszerűen hajlított csövek, ezek, ahogy körbejárja az ember, mindig egy más formát mutat, egy vízcsepp kialakulásának a menetét. Én magával a vázzal foglalkoztam, és az pedig arról szólt, hogy egy pontban átívelő körívek, és levágtam úgy, hogy az egyik oldalról egy ilyen csepp alakot lehessen látni, a másik oldalról meg egy kupolát lehet látni, ugye, ami Pécsnek ugye nagyon jellegzetessége a török múltja miatt, és igazából így állt valahogyan össze ez az egész. A díjazás során a résztvevők azok némi pénz és tárgyi jutalmakban részesültek, valamint lehetőségük van arra, hogy a Tetje Forrásház ZRT egyik ékövét, a Tetje Forrásházat és a Forrásház mellett található karsztaknát látogathassák meg. Gyakorlatilag egy ilyen szakmai előkirándulás, mégiscsak a tervpályázaton résztvevő kollégák azok olyan mérnökök vagy műszaki érzelmű hallgatók, akiknek a későbbi munkájuk során is ez az élmény, ez segítheti őket. Nagyszerű érzés mindenképpen, tehát szerintem mindenki nagyon örül az, hogy valamit így elkezdtünk, és tényleg nem volt sok időnk rá, és nagyon rohantunk vele, és mégis a ZH-k, illetve a házi feladatok mellett nagyon sok munkát akartunk belerakni, sikerült is, és akkor mi is nyertünk. Ez nekünk fantasztikus érzés az, hogy Pécset kint lehet egy munkák, és mindenki láthatja.